Valakit írásban elbocsájtani, vagy netán ügyfélkapun keresztül kirúgni a munkahelyéről, szerintem erre nincsen bocsánat. Gondolják el azt a helyzetet, hogy valaki évtizedeket dolgozott egy helyen, és egyszer csak e-mailben közlik vele, hogy holnap már nem kell jönnie. A karcsúsítás vagy a drága állami apparátus leépítése gyakran elkerülhetetlen, de mindezt lehetne kicsit emberségesebben is csinálni. 6-7 ezer embertársunkról van szó, akik közül sokan csak pársoros elbocsátó levelet kaptak. Szilvia vagyok, 40 éves. A Nyugdíjfelügyeleti Igazgatóságnál dolgoztam egészen múlt hétig 10 évet, 10 napot. Jó sok sírós arcot láttam. Szilvia és Katalin mindketten a múlt héten veszítették el a munkájukat. Szilvia 10 évig dolgozott a nyugdíjfolyósítónál, Katalin 40 évig. Később bővebben is mesélek majd, de először megmutatom, miért is veszítette el pár napon belül több ezer ember a munkáját. Az történik, amiről korábban itt önöknek beszámoltam, a 15% és 20% közötti sávban lesznek elbocsátások. Gulyás Gergely még október közepén jelentette be, hogy valóban tervezik a tömeges létszámleépítést a közigazgatásban. Aztán október 29-én meg is jelent az a kormányhatározat, miszerint a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el a kormány. A miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél pedig 4210 állás szüntetne meg. 102 ezer embert át lehet terelni még ebben a kormányzati ciklusban a versenyszférába, de hosszú távon 5-10-15 éves időintervallumban a 10% elérése szerintem az nem egy irreális célkitűzés. A versenytársainkhoz képest Magyarországon túlfoglalkoztat az állam. Ez, ha arányokat mondhatok, ha közvetlenül a kormányzati és önkormányzati és társadalombiztosítási körben beszélünk, Magyarországon ez a százalék 18,8%, Lengyelországban nem éri el a tizet, az állam által foglalkoztatottak és az összes foglalkoztatott aránya. David Ferenc a Vállalkozók Országos Szövetségének korábbi főtitkára szerint Magyarországon egy túlméretezett, lusta és rendkívül drága államapparátus működik. Nagyfokú emberséggel, nagyfokú szolidaritással, de ami a legfontosabb, miután az üzleti szférában durván és alsó hangon 250 000 ember hiányzik, a profit szférából, segíteni kell az államnak, hogy amikor ezektől az embereknek békében és kulturáltan elválnak, egy karrierhit segítségével, támogatással, oktatással, képzéssel átvigyük őket a versenyszférába, aminek ugye kettős nagy előnye van rögtön. Egy, megtörtént a létszámcsökkenés, kettő, adófogyasztóból adófizetővé vált. Szerinte, ha egy informatikus vagy egy ügyfélszolgálati előadó feleslegessé válik egy-egy önkormányzatnál, akkor egészen biztos, hogy a versenyszféra rögtön ráveti magát. Az üzleti szférában ugyanis hatalmas a munkaerő hiány. Nem volt ezt követő munkahelyi érdekegyeztetés, tehát nem tudtunk beleszólni a leépítésre kerülők listájába, nem tudtuk azokat a szempontokat érvényesíteni, amik az emberek szempontjából humánusak lettek volna, hogy ne kerüljön bele olyan munkavállaló, aki egyedül tartja el a családját. A probléma itt nem is feltétlenül a leépítéssel van, hanem a módszerrel. Egyrészt évek vagy évtizedek óta beszélnek arról, hogy szükség van leépítésre. Ha viszont ez a tömeges létszámcsökkentés nem egyik napról a másikra történt volna meg, és nem olyan módon, ahogy, akkor valószínű most nem ülne otthon több ezer kétségbe esett ember. És akkor a módszerről. Az elmúlt napokban folyamatosan jelentek meg azok a cikkek, miszerint megalázóan bocsátották el az embereket. Például volt, aki az ügyfélkapun tudta meg, hogy kirúgták, vagy olyan is előfordult, hogy a vidéki munkavállalókat Budapestre rendelték elvileg egy konferenciára, ahol közölték velük, hogy holnaptól nem számítanak a munkájukra. Ez az általános félelem azért benne volt mindenkibe, nem csak az utóbbi 1-2-3-4 hétben, hanem úgy általában azért a közszférában azért ez jellemző. Ez jellemző, hogy hát azt nem mondják, hogy félni kell, de tetiratlan szabályok vannak, igen. Jobb, ha az ember nem beszél, nem lát, nem hall, azért ez így általános. A riport elején már bemutattam Szilviát, aki 10 évig dolgozott a nyugdíjfolyósító igazgatóságán. 2 évvel ezelőtt vált el, 2 kiskorú gyerekét egyedül neveli, ezért őt külön sokkolta a hír, hogy ki van rúgva.
A munkaidő lejárta előtt 15 perccel egész pontosan. Tudtam, megszólt a főnököm, hogy menjek be az irodába. És bementem, és akkor már ugye tudvalövő volt, hogy miről van szó, mert ott volt az összes főnök, hogy így mondjam, az összes felettesem, vezetőm, és gyakorlatilag akkor közölték 3:30 délután, hogy másnaptól nem tartanak igényt a munkámra. Volt, aki, tehát azért kapta meg ügyfélkapun ezt az értesítést, 20 év után, hogy nem tartanak igényt a munkájára, azért ügyfélkapun kapta meg, mert éppen szabadságom volt. Tehát nem hívták föl, nem hívták be, pedig 20 éve ott dolgozott, és akkor ő otthon szépen megnézte az ügyfélkaput, és akkor ott szembesült vele. Mihály Lajosné 40 év munkaviszony után, miután megtudta, hogy hamarosan leépítésekre lehet számítani, ő saját maga ajánlotta fel, hogy inkább őt rúgják ki egy fiatalabb helyett. Kirúgták. Jó sok sírós arcot láttam, nagyon kevesen voltunk, akik így magunktól fölajánlottuk, hogy mi menjünk, ő meg hagy maradjon. Tehát a fiatal kolléganőket akartam én konkrétan megvédeni. A mi főosztályunkon egyedül én voltam ilyen. Most már elektronikus úton is lehet közölni jobb viszony megszüntetést. Tóth Balázs Gergely ügyvéddel beszélgetek, aki nagyon meglepő információt mond. Teljesen szabályos az, ha a munkáltató az ügyfélkapon keresztül kézbesíti a köztisztviselő részére a felmondást. Ha letölti, átveszi a tárhelyén ezt a dokumentumot, akkor aznap kézbesítésre került. Ha nem veszi át, akkor egy újabb értesítést kap. Ha ekkor se veszi át, akkor a második értesítést követő 5. napon ez kézbesítettnek tekinthető. És onnantól számít a felmentési ideje, és a végén pedig a jogviszony megszűnése. 2017 májusától ugyanis kötelesek a tisztviselők ügyfélkaput létrehozni, és az elérhetőségeket a munkáltató részére megadni. Onnantól fogva pedig az ügyfélkapu már nem csak a saját ügyintézésére szolgálhat, hanem például arra is, hogy a munkáltató ezen keresztül rúgja ki az adott személyt. Egyébként már maga a szó sem túl humánus, kirúgni. Tóth Balázs Gergely javít ki engem, mert hogy ezt helyesen felmentésnek mondjuk, nem pedig kirúgásnak. És akkor ugorjunk egy kicsit vissza Dávid Ferenchez, aki szintén azt mondja, hogy olyan, hogy kirúgás nincs. Legalábbis szebb, ha nem így mondjuk. És főleg nem év végén, amikor az emberek a legkevésbé sem számítanak arra, hogy majd pont karácsonyra veszítik el a munkájukat. Már ünnepek környékén nem mondunk fel. Tehát halottak napja, advent, karácsony. Ha eddig kibírtunk 20 évig, hogy nem csináltál semmit és dugdossod a papírt, kibírjuk januárig. Tehát vannak ilyen nagyon pici dolgok, általában hétvégén sem mondunk fel. Mert a családi ebédnél, hogy bejössz hétfőn, azt elintézi. A dolg nem változik, de mégiscsak fehér kesztyűsen is lehet, tehát lehet olyan pici dolgokra figyelni. Hát olyan nem lehet, hogy egy nap mondanak fel egy házaspárnak. Hát olyan nem lehet, hogy az ügyfélkapuról tudja meg, hanem akár hány ezer emberről van szó, elbeszélgetek önne. Tök mindegy, az ítélet halál, de akkor is. És pont erről van szó. Ha ezek az emberek nem köztisztviselők lennének, akkor olyan eljárással, ahogyan az most történt, el sem lehetne őket bocsátani. Mert ha valaki mondjuk egy multinál vagy bárhol máshol dolgozik, a munkáltatónak kötelessége megindokolnia a felmondást. Például nincs megelégedve a munkájával, bizalomhiány lépett fel vagy bármi, a lényeg az, hogy valós indokot kell felhozni. Itt viszont indoklás sem szükséges. Sőt, ugye ahogyan hallottuk, az is szabályos, ha mindez az ügyfélkapun keresztül történik, miközben a mit sem sejtő tisztviselő éppen a szabadságát tölti. Tulajdonképpen kijelenthetjük azt, hogy egy köztisztviselőnek sokkal nehezebb dolga van olyan szempontból, hogy sokkal könnyebben megbánható. Sokkal kiszolgáltatottabb, igen, sokkal kiszolgáltatottabb, sokkal könnyebb megszüntetni egy tisztviselő jogviszonyt. A kezemben van a kormány határozat, miszerint idézem, a cél az, hogy kizárólag annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő legyen, de magasabb bérért. Egyelőre persze kérdés az, hogy ez a magasabb bér mikor, hogyan és milyen formában fog megvalósulni, mint ahogyan egyelőre az is kérdés, hogy az az 517 ember, akiket például az Innovációs és Technológiai Minisztériumból bocsátottak el, ők el fognak-e tudni helyezkedni a versenyszférában. Azért őket említettem, mert hogy ez az a minisztérium, ahonnan a legtöbb embert bocsátották el. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.